csapattársaimmal megyei első helyzetek lettünk. A Szent Mári Múzeum szekérgyűjteménye a mi ajánlásunkkal kerülve a megyei értékek közé. Céljaikat, eddig elért sikereiket foglalták össze ezek a különböző területeken jeleskedő fiatalok Máté Szalkán az Esze Tamás gimnáziumban. A diákok nem csak kortársaiknak, hanem egy szakmai közönségnek is bemutatkoztak. A rendezvényt a járványidőszak kivételével minden évben megszervezi a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács. A Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2011-ben alakult Máté Szalkai iskolák, intézmények, szervezeteknek a bevonásával. Azóta jelentős átalakuláson ment át, mert van, aki már kevésbé aktívan vesz részt a tevékenységünkbe, mások, főleg a tankerülethez tartozó iskolák közül pedig egyre többen bekapcsolódnak a munkánkba. A tehetségsegítő tanácsoknak az elsődleges feladata az, hogy egy adott régióban összefogják a tehetséggondozással foglalkozó szervezeteket és szakmai segítséget nyújtsanak számukra. Elsősorban azért, hogy egymástól a jó gyakorlatokat átvegyék, megismerjék egymás tapasztalatait, és ezekből tudjanak profitálni a tehetségek érdekében. A szakemberek szerint a térségben kiváló oktatási intézmények és pedagógusok segítik a tehetségek gondozását. Már az óvodában felfigyelnek az óvónők azokra a gyerekekre, akik kortársaiktól eltérő módon fejezik ki magukat, akár szóban vagy rajzban. Ugye azt szokták mondani, hogy a zenei tehetség az egyik olyan tehetség, ami leghamarabb jelentkezik, aztán a matematikai tehetség, és én úgy gondolom, hogy az általános iskolákban is minden pedagógus kiemelt feladatának tekinti, és ugyanígy a középiskolákban is. És különösen fontos szerepet kap most az elmúlt időszakban, és nekünk is volt már egy ilyen rendezvényünk Nyíregyházi Egyetemmel együttműködve, ahol a szakképzésben tehetséges diákoknak a helyzetéről beszélgettünk, hogy végül is egy jó szakember, egy jó szakmunkás, az nagyon fontos, hogy a maximumát tudja adni a tehetségének. Akár csak egy gimnáziumi tanuló, aki majd az egyetemen még ezt tovább tudja folytatni, fejleszteni. Az eseményen elismeréseket is átadtak. A korábban meghirdetett környezetvédelmi plakátverseny legjobbjait díjazták a mentorok.